Sziasztok, Szecsi vagyok, és ez itt a GFF. Igazándiból ígértem, hogy hát onnan folytatom az Orcs Must Die 2-t, ahol befejeztem. De történt egy kis problematika, ugyanis sikeresen beleszóltak a videómba. És hát sajnálatos módon előrébb haladtam egy kicsit, viszont már egy órás videóm volt, úgyhogy most sajnos nem onnan fogom folytatni, kicsit előrébb haladtam, lett egy-két új cuccom, meg kicsit erősebb lett maga a karakter is, úgyhogy hát itt lehet látni, hogy ott tanázni a hagytam, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy még itt három pályán túlmentem, viszont a fegyvereim, ugye ez a Dwarven Hammer, itt ez már erősödött, lett ilyen Springtrap-em, lett ilyen törpőröm, meg lett egy barikádom, igazándiból ennyi volt az össz, ami, hát igazándiból úgy voltam, hogy megvolt a puska, a sár, vagy mocsár, vagy nem tudom mi ez, volt ez az eróval, meg azt hiszem a Spike Trap, igen, és akkor utána kaptam ilyet, hogy Healing Trinket, akkor ez a Spring Trap, meg ezeket a cuccokat kaptam utána, igazándiból még fejlesztettem is rajta egy kicsit, hát lehet látni, hogy 3, 6, 9, 11 csillagot kaptam, plusz még ami a pályáért járt. Úgyhogy nem is igazán akarom most húzni az időt, megmutatom. Ahol most tartok, ez a Hidden Gulch, ez egy elég egyszerűnek kinéző pálya, legalábbis azt hittem. Viszont igen, itt a bal alsó sarokban írta, hogy ez a törp kalapács, ez elég erős. Úgyhogy na nézzük, hogy itt kaptunk barikádot. Igen, azért itt már lényegesen több ork jön. Úgyhogy ugye volt az első néhány pályán ez az Earth Elementalig mentem. Na most már vannak ilyen kis kobold runnerek, ezek ilyen kicsik, nehéz eltalálni, idegesítő, nem támad meg, csak elszalad mellettem és kiszalad a mapról. Akkor vannak ijászaink, ezek már megtámadnak minket és eléggé bosszantóak. Vannak ilyen szepperek, ezek ilyen kamikázék, tehát neki szaladnak a barikádomnak, meg ilyeneknek, és akkor játsszák, hogy a zene az jó. Úgyhogy meg vannak ezek a billbat, nem tudom, hogy kell mondani, igazándiból ezzel most találkozom, mert nagyon régen játszottam már magával a játékkal, és hát igazándiból nem voltam túl boldog, mikor kiderült tényleg, hogy nagyon sokat elbuktam, de hát sárra nincsen szükség igazándiból. Lássuk a medvét, igen, a pálya így néz ki, most már itt vannak ilyen segítők, ilyen kis ijászok. Rengeteg segítség, tehát azért amikor itt jön egy ilyen kis futó, akkor az ijászok leszedik. Úgyhogy... Hoppa, és még... Hát, igazán ebben majdnem, de... Ó, ott az kis hiba, de mindegy, hát... Ez legyen a legnagyobb problémánk, azt mondja, hogy ilyen spiky trapekkel rakunk egy sort, és a többit ezekkel a testőrökkel, hát igen, ezek így néznek ki. Úgyhogy ide rakunk egyet, ide rakunk egyet, meg ide rakunk egyet, igazán ezek rengeteg segítség, de közel megyek és félreáll. Ezeket a kis bombákat, amiket itt láttok, ezeket, na így néz ki ez a Dwarven Hammer. Ezt még meg akartam mutatni, és akkor ennek van egy másodlagos képessége, az amit így elkezd pörögni. Viszont ez sok manába kerül. Úgyhogy ezzel csak óvatosan kell, ezen a pályán már van ilyen portál, mert ezért egy elég hosszú pályáról van szó. Fönt a térképen lehet látni, hogy most velem szemben van egy másik portál, valahol ott. Igen, itt éppen hogy látni a fejem fölött. Na ez oda a portál lehet, tehát beleszaladok és így már itt is vagyok, hogyha esetleg valaki hátra jön, akkor nem kell rengeteget utána szaladnom, mert el nem fárad, csak őszintén szólva nem örülök neki. Úgyhogy eresszük el itt az orkokat, hát először még inkább puskával powerkodok, és nézzétek meg, tehát megdobálják őket elég erőteljesen. Úgyhogy de tényleg kegyetlen harcosok. Úgyhogy itt ezek rengeteget segítenek, ennek nagyon-nagyon örültem, mikor megkaptam őket. Vissza, te rohadt kutya. Az Isten áldja meg. És brutálisan lemészárolják itt az orkokat, tehát azt néztem, hogy
olyan kegyetlenkedést csinálnak itt. Itt inkább magam köré hívom őket, ugye mindig engem támadnak, ezt mondtam. Piff. Jó, ez most jól jött. Ó, de jó, hát ennek nem örülök itt. Jó van. Nem baj, nem baj. Hát igen, egy meghalt, de... Hát most ez legyen a legnagyobb problémám. Úgyhogy egy jöhet oda, és nincs többre pénzem, hát annak nem örülök. Ja igen, itt jönnek ezek a kis Bilbitek, vagy Bilbat, vagy mi a neve. Úgyhogy ezeket elég keményen megdobálják itt az éva a bombával, onnan jönnek ki. És akkor ilyen köpködnek rám, vagy nem is tudom mit csinálnak. Úgyhogy az a baj, hogy vagy az egyikre figyel az ember, vagy ezekre itt. És igazándiból úgy elég nehéz, de hát azt lehet látni. És itt leütöttek egy orkot. Hát igen, vannak ilyenek, amikor nem segítenek itt az ijászok olyan húdra-nagyon sokat. És meghalt az a törpöm is. Úgyhogy egy törp lent. És meghaltak a törpjeim, hát ennek most nagyon nem örülök. Kell egy ilyen ide, hogy... Hol vagyok? Na, ne engem dobáljatok, kékás. És nézzétek meg, hát ezek ott kőkeményen szétverik őket. Elkás. Tehát jó, oké. Na ilyenek ezek a kis futók. Ezeket alig lehet lelőni. Tényleg pontosan kell célozni, hogy itt... Vagy ide jó, és akkor ezek meg itt mérgeznek. Az Isten áldjon meg. Úgy de jó, és akkor ilyenkor nem látok főfele. Az Istenét! De még jó, hogy itt van ez az ezé. Kis vasút, ez legalább elgázolja őket. Ú, de jó is. Jó van. Azt ide kellett volna inkább a Spear. Ez még... Milyen ezért guruk hangot adnak ki? Tudnék neki örülni, hogyha... Úúú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 
Az gyönyörű lesz, akkor még ide néhány jöhet. Igazándiból, hogyha ezeket ide lerakosgatjuk. Igazándiból én nentől nagyjából megjöttem. De most nézzétek meg, még a föntre is dobálnak meg. Mit tudom én, hát a környékre nem tudnak bejönni, mert... Mert az a jó, hogy... Hogy... Oké, hogy... ők messzire dobálnak, csak... Közelre meg... Még nézzétek meg, úgy főpofozzák itt a kis kalapáccsal, mint a rongy, oda néz. Fog és... Bucira fogja verni rendesen, hát most inkább segítek, mert véletlenül sem akarom, hogy... Kimúljon akár csak egy is. Bár már előre tudom, hogy így is, úgy is az lesz. Úgyhogy itt szépen magamra vonom a figyelmüket, itt szépen pörgünk. És már meghalt az egyik, már itt ordibál. Úgyhogy itt nincs mese, itt most darálni kell, nagyon durván itt elő. De fönt meg lőnek. Úgyhogy itt ezeket a kis bunkó kis szardarabokat, ezeket itt le kell szedni nagyon gyorsan. Hoppá! És nézd meg, ez oda ment, és olyan szinten rongyá verte, hogy azt öröm volt nézni. Mami! És szépen visszarobog a helyére, pont.
És akkor egy forgunk mind az őrültek. Igen, hát igazándiból egész jó cuccokat kaptunk, amiknek azért úgy tudtam örülni. Viszont azon gondolkozom, hogy mi van akkor, ha csinálok egy ilyet? És igazándiból itt nem tudják kikerülni, mert kikerülni erre nem tudják, és akkor legalább tutira bele fognak menni. Mert úgyis annyit fogok összeszedni a kör végén, mint az állat. És akkor egy tűzői kiépítem barikát, de akkor ezek megdobálják őket, mint a szemét. Csak a föntiektől kell felni. Oh, I'm a fucking genius. Oh yeah, bitches. Hopp, maradj. És itt Csóri barátom kifurcan. Ott maradt, rohadját tették. Ó, oh, de rohadt jó. És itt ordít, itt hullottak el a dwarfok. Nagyon jó. Hogy a rohadás vigyen el titeket, az Isten haragját verje. És nézd meg, majdnem az összes azért meghalt. Ezt nem hiszem el. És még nekem is kevés az életem. Nem baj. Nem baj, nekem legalább rohadt nagy a védelmem. Ajaj. Inkább úgy mondanám, hogy rohadt nagy... Volt! Elégnen. És meghaltam. Nem baj. Itt segíteni kell mindenképpen szegény tört barátunknak, mert igencsak kellemetlen helyzetbe fog kerülni. Úgyhogy itt amennyit tudunk, segítünk neki, mert egyedül van Schrödinger, és ha az meghal, akkor nagyon nagy gáz van. Mert nincsen sok védelme. Még itt valamit karattyolnak, csak nem értem, hogy mit. Juhú, hogy szerezzük a pontokat, meg a pénzt, és az a jó, mert mi tudunk venni ilyen kis pajtásokat. Úgyhogy most már ketten védenek. És mi továbbra is pörgünk, mint a ringvéspia. Már nem pörgünk. Annak nem örülök, pedig pörögni kéne. Pörgünk, yeah. Viszont az a jó, hogyha... És meghaltak a dwarfok. Nagyon jó. Az... annak nem örülök. De igen, ennyire. És most mind főkelt. Ah, jó van akkor. Jó van, meg lett így rakat pontunk, úgyhogy... szépen építünk ide egy ilyen kis... barikát sorozatot, hogy ne tudjanak itt oldalt kijönni, tehát mindenképpen át kell lépniük a csapdákon. Elő meg itt valahova még csak enged. Nem? Ennél közelebb nem? Hát igazándiból nekem mindegy, úgysem érik ezt most már túl. Oda nézzetek. És itt megindul a háború. Tehát azért... ebből túl sok beleszólásom már nem is kell, hogy legyen. Tehát én így elengedem a villanykizetet és meg vagyok. Úgyhogy de hát csak a poén kedvéért jövünk, aztán darálunk mind az őrültek. Mámé, hogy mondja. Mert százakat kapunk érte. Viszont erre viszont nagyon jók vagyunk most. Vagy... szegény srácokat megvédjük, mert különben lassulnak. Azt szétszették. Az derék volt, pedig azért ez egy elég erős ellenfél. Úgyhogy itt ezeket gyorsan lekapkodjuk, és akkor a srácok tudnak adottra koncentrálni, akik bent vannak. Na, nem is rossz, nem is rossz. Meg ez.
Ó, bakker. Nem baj, nem baj, szúszá. Nem kell aggódni. Még egy kettőt berendelünk ide igazándiból. Többre nincsen pénzünk, akkor viszont kedveskedünk itt a kedves uraknak. Juhú, bevegyünk pörögni. Úgyhogy itt ide tettem egy ilyen ugrálós cuccost, úgyhogy aki rálép, akkor... Jaj, pardon. Aki rálép, akkor legalább hozzá lesz vágva a falhoz. Juhú, pogy. És jövünk pörögni megint. Tehát igazániból ez a pálya elég egyszerű. Ez kifejezetten tetszett. Nagyon-nagyon szerettem ezt a pályát. De... Na, megint meghalt egy. Miért halt meg? Magunkra hívjuk a figyelmet, itt bedarálunk egy-kettő emberkét. Miért van az az érzésem, hogy átjutott már egy-kettő? És nem. Pedig tisztára meg volt a félénk, hogy... Jaj, bakker van. Ó, az igen, hát itt... Itt mészárlás van, elég rendesen. Úgyhogy itt beállítjuk, kispajtást itt beforgatjuk meg. Jó van, hát ezeket széttépik elég gyorsan. Ezekre nincsen panaszunk. Oda néz. Ennyi volt, kész. Úgyhogy itt még meg tudjuk talán építeni itt oldalra ezt a... Hát annyi, hogy legalább ott nem fognak átmenni semmiképpen. Úgyhogy átváltunk, és kezdődik a forgás továbbra is. Imádom ezt a fegyvert, mert baromira erős. Tehát egy az, hogy erős, a másik meg, hogy rohadtul gyors, hogyha így forgok vele. Tehát azért lehet látni, hogy itt azért darálok rendesen. Nem kell nagyon félnem attól, hogy bárki is bántani fog. Úgyhogy, ahol megint itt vannak. Hey! Ezek itt szépen lezuhannak. Az a jó, hogy ilyenkor, amikor ezek a kis szar denevérizé, hogy is hívják, hogy ezek lelőnek, akkor lelassulok egy kicsit. Tehát azért lehet látni, hogy itt ez a sprint, hogy azért lényegesen lassabb vagyok. Viszont... meghalt egy dwarfom, Úristen! Egy gyerekeket, mi van veletek? Hát, nincs alvás. Hát. Úristen! Mami! Hát itt eléggé kellemetlen helyzetbe kerültem. Viszont nem baj, Final Wave. Úgyhogy nem kell paráznom. Rendelünk még párat. Kell még nektek cimbora, mi? És itt nem akarnak velem ezért kácskapornót nézni. Úristen! Úgyhogy sikerült, és hát ezek szerint átjutott egy. Ja nem, hülye vagyok, hát meghaltam, hát 30 mehetett volna át. Úgyhogy kaptunk még egy Endless pályát. Most jön a kedvenc pályám, jauhú! Ezt természetesen kinyomjuk, kaptunk 5 koponyát, úgyhogy fejlesztjük a Dwarven Hammert, hogy még erősebb legyen. Most már fogunk kapni új ellenfelet. Igazándiból, mikor megláttam, azt hittem, hogy sírógörcsöt kapok, és kinyomom a játékot, de nem, mert még izgalmasabbá tette magát a játékot. Nem, akkor ez nem az a pálya. Nem, hát itt az az egyetlen probléma, hogy itt nagyon-nagyon sok ezért fog jönni. Ilyen repülőszarság. És azok ellen tényleg csak azokból a szarokból fognak jönni. És az a baj, hogy az, meg ez lesz itt aktív. Viszont kaptunk Haymakert, ami nagyon jól jön. Igen, itt látszik, hogy na itt már fogunk kapni Ogrét. Ez az Ogre, ez nagyon erős, és nagyon agresszív, és
elég nehéz legyőzni, tehát a Kalapáccsal is azért két-három igencsak erős csapást bele kell vinni. Ez a Heimerker, ez viszont szerintem a játéknak a legjobb dolga, ugyanis ezt így felrakom, ide, meg ide, és igazándiból középen meg a ezét fogják kivágni. Úgyhogy főtolunk még ide néhány ilyen kis pajtást. Ja, meg hátulra kell, hogy ide, ide, meg ide, mert ugye ők azoktól megvédenek. Viszont itt ömleni fog a pont. Ja igen, lehet látni, hogy most már itt a fegyverem az erősödött. Na igen, innen jönnek. Úgyhogy itt most már tényleg sok helyről jönnek, az a problémám. És macéra őket legyőzni, mert sokan vannak. És az a baj, hogy... Na nézzétek, ez így néz ki. Ez itt így lejön. Itt a kis pajtársak itt nekiállnak darálni. Na most már ott forog, úgyhogy annak örülünk. És lejön, és darál. Darál, és nem tud átjutni rajta. Úgyhogy ez szerintem az egyik legerősebb dolog, amit kapni fogunk a játékban. Rengeteget kell használnunk majd. Ugyanis ezeket a kis rohadékokat is meg fogják állítani. Viszont kellemetlen helyzetbe kerültem, ismételten hülyet csináltam magamból, ugyanis ide meg nem tettem elég védelmet. Úgyhogy ide kell ilyen visszadugol. De nem jó, az ogrét sem állítja meg. Bakker. Hát jó, hát itt ezt szerintem most megszívom. De hogy magamat megszívottam, rettentő mód az szent. Jó van. Az a jó, hogy legalább rám figyelnek. Jó van, hát ezek meg vannak ilyen hülyék, és átszaladnak. Az, hogy ott miből halt bele, azt nem tudom. Még az a jó, hogy ezek elég erősek, ezek a pörgős cuccok, és kifejezetten sokat segítenek, úgyhogy forogja már a szerencsétlen. Nézd meg, és visszaszalad bele. Jujj, nem mész sehova. Ez kell komoly. Úgyhogy mondom, én annak örülök, hogy legalább ezek olyan ostobák, mint az Atom. 4-es, akkor... Nem baj, akkor is figyeljenek rám, inkább. Mert akkor legalább tudom, hogy nem fogom eltolni. 30, miért van az az érzek? Valami, mint ahogy hiányoz. Nem baj, most már tudok ilyet is fűteni, még egyet. Úgyhogy most már biztosra kell menni. Ez az! És igazániből itt forgunk ezzel a cuccombóval. Jó, most kell tennünk ide ilyen törpöket. Dwarfokat. Egyet ide. Egy meg még mehet. Ez nem oda akartam, de mindegy. Úgyhogy most ez itt úgy néz ki, hogy ilyenkor viszont már itt szaladgálunk jobbra-balra, mint a hülye gyerek. Mert, hát ugye igen, tehát minket nem bántanak a saját csapdáink. Viszont most már jönni fog az ogre, aminek kifejezetten nem tudok örülni. És most látjuk, hogy a másik oldalon vannak rohadtul sokan, akkor most megyünk oda. Mielőtt véletlenül megöli itt a dvarvenünket, itt mint akkor nagyon ideges leszek. Hülye gyerek, hova mész? Engem nem is érdekel, hogy itt vagyok. Hát előtt a vonat. Úgyhogy kellene még ilyen cucc ide. Imámi! És ezek egész jól állják a sarat. Hey, tehát itt nem kell nagyon bíbelődnöm. Viszont most ott azt a rabló várja, tehát az ellenek. Ezeket meg fogják szenvedni a dvarvenjeim.
Igen, és itt még kiabálja is, hogy jó, hát elesett. Ha megbotlott, azt elesett. Egy maradt, hát annak nem örülök. Jó, fú. Jó, most az a pozitívum, hogy fölé lett az összes az én törpöm. És most még tudunk ide tenni. Viszont az a legnagyobb problémám, hogy ide kellene még valami cucc, ami még sebzi őket, és hát még erre gondoltam, de nem tudom, hogy ez mennyit segítséget fog nyújtani. Igen, ez már itt invalid location. Úgyhogy akkor maradunk így. Így ez ide, ez ide, ez ide. És akkor hát igazándiból, ami ezen átjön, azt megtapsolom. Mert itt úgyis ezeket a kis szegény törpöket fogják szekálni. Akiknek meg viszont ebben lesz jobb dolga. Egyébként meg ne kérdezzétek, hogy a szarba kerülök én ide. Úgyhogy ide még kellenek ilyen cuccok. Úgyhogy nehogy véletlen át tudjon jönni. Semmi. Most nagyon gondolkozom rajta, hogy most egy ilyet tegyek föl. Hát inkább. Let's roll! Úgyhogy adjunk az érzésnek. Itt, hát itt azért sokan vannak. Na jó, hát nem itt vannak sokan, hanem úristen, inkább ott. Ma meghalt ott az ork, vagy az ogre. És ezt igazándiból így hülyére kell verni. Na most ez a bajom. Igen, és ezért pénzt kapok. Nem is keveset. És ott is már fönt van a troll, vagy az ogre. Viszont ez a legnagyobb bánatom, hogy ezek itt úgy jevernek, mint a répát. Úgyhogy itt nincs mese, hát itt csapdázni kell, mint az őrüt. Ó, hát jó van, hát ez szerintem bukta. Hát ez itt nagyon... Úristen. Hát ez nem egy olyan pálya, amit én nagyon szeretem. Találd már el! De jó Isten! Mami! Most nem örülök neki, hogy ennyien jönnek. Jó, egyik oldal kitakarítva. Jó, erre senki. Jó, legalább tudjuk, hogy mire kell számítani. Az úgy nagyon jó, hogy itt elfogytak az embereim. Úgyhogy, hát ez nem éppen egy olyan verzió lett, aminek úgy örülnék. És ezek nem fognak el meg mindenkit. És aminek nem örülök, mert hogy itt ennyien túljutnak. Úgyhogy ezeket itt fejlesztenem kell elég gyorsan. Ember kellemetlen helyzetbe kerülök, és bakker, elfelejtettem, hogy nincsenek itt a törpök. Na, pénz. Hogy ez a pénz, ez mire jó itt, azt nem tudom. Úgyhogy... hát... tök jó, hogy mind a két oldalon szarva vagyok, de jó van, hát itt a 3-4-re ki lesz írta, hogy is úgyis koponya! És itt az a baj, hogy itt... sokan támadnak. Pénz. Jó. Úristen. Úristen. Jó, hát akkor itt nincs más. Oké, gyertek, csak gyertek. Én megvédem a bázist. Tetszik, nem tetszik. Gyerünk. De igen, ilyenkor jó a multiplayer, mert legalább valaki vigyáz a helyre.
Na itt még van valami. Mi az? Zsöci. Jó. Zsöci. Ő tényleg hülye vagyok, hát rakok ilyeneket. Meg ide ilyet. Meg ide, meg ide, meg ide. Sőt, teszek ide, meg ide, meg ide, meg. És akkor igazándiból most úgy jobban járok. Most gyorsan átszaladok a másik oldalra, és már meg is leszünk. Szegények. Nem baj, mindjárt. Itt nem szabad hagyni, hogy az ogre pofán verjen, mert pórul járunk. Az istenét! Úristen! Megpróbálok minél kevesebbet átengedni, tehát ez így kevés manával, hát ez így lehetetlen. Te jó ég! Hát maradsz! Nem baj, legalább a kisvasút segít. Nem baj. Legalább egyik oldalon sokat segít a kisvasút. Hú. Hát már nincsen sok életem. Hülye gyerek, hova mész? Azt a rohadt élet. Hú. Hát ezért a pályáért örülök, hogyha kapok 3 csillagot. Hú. Na jó, nézzük. Kell ilyen. Meg ide kell. Ide kell, ide kell. Itt ezeket eladogatom. Ez jön ide, az nem oda megy, az ide jön, ez ide jön. Itt a másik oldalon is kéne, hát bár mondjuk az ogrét azt úgysem dobja el. De inkább az ilyen dvorvenekre is támaszkodnunk kell, mert nagyon sok segítség. Úgyhogy én nagyon szeretem őket használni. Úgyhogy hát igazán a pénzünk elfogyott. Úgyhogy itt nincs mese. Itt most kőkemény pogó lesz. Azon gondolkozom, hogy abba az irányba menjen. Vagy ott merre megy végig. Mondjuk az ott egy rövidebb út lenne, de erre meg több segítség. Úgyhogy, hát lássátok. Ó, basszus. Ez most egy vicc, ugye? Nem baj, csapdák beindulnak, ezeket itt elagyobb úgy állják, jó? Igen, itt látom, hogy sikerült elérni azt, amit akartam. Hey. Itt szépen repülnek le a gyerekek. Ó, bakker, azokat hátulra kell kénytízni. Jó, én nem tudom, érdekel. Jó. Miért van az az érzésem, hogy így van, hogy valahol egy ugrák? Koponya? Na igen, ez az. Gyerünk gyerekek, nézzetek és halljatok! Jó? Ja. Hát már jönnek ki? Jó, úristen, igen, itt mondja is, hogy úristen, hát egy törpünk oda. Egy. Nem baj, nem akadok ki, nem akadunk ki. Még van esély arra, hogy megmentsünk. Hát, ha nem is mindenkit, de legalább lényegesen több embert. Hát, igen, ide hirtelen ennyit tudtam. Itt már messziről hallom az ogrét. Az akkor nem innen jött. Igen, hát ez...
Jó. Jogra kinyírva igazán, de valóta több bajom már nem lesz. Mami. Hát itt azt hiszem, kicsit erőszakosabbak, mint gondoltam. De ahogy nézem itt viszont... Itt ostobábbak ezek, mint gondoltam. Jó, let's rock. És átjutott még így is. Nem baj. 1v1. Így csinálják az igazi jampit. Ja, hogy az ide bent pénz. Jó. Jó, hát ez igazándiból. És nem bírja szétszedni ennyi se. Éppen hogy csak. Úristen, és ott is még egy ogre, hát ez... Hát ez itt elég nagy szarban vagyok. Úristen. Rohadt élet. Ezt már nem bírom egyedül, hát. Úristen. 9. Ez nagyon kevés. És még az utolsó kör. Nem baj, legalább a törpéim életben voltak. Úgyhogy nem csak így. Francba 5 élet. Jó. Oké, okay, nem baj. Nem baj. Szusze. Az a jó, hogy egy ideig követ még visszafele. Öt. Nem baj. Ah, már csak te vagy itt. Na ide jár az öröm tánc. Azt rohadt. Ó, és megkaptuk ezt a fönti csapdát. Hú, a szentségit. Hát ez egy elég kemény menet volt. Azt rohadt élet, 13 skult kaptunk érte. Úgyhogy itt nincs mese, itt most valami új fegyvert kell, vagy valami, mi ez az autóballista? Ahogy ez egy ilyen lövő cuccos. Arra 13-ba kerül. Nem tudom. Igazándiból ezt a helymérkört akarom fölturbozni. Hogy több erő, hogy jobban támadjon, meg azt hiszem, hogy ezt kéne még. Aha. Azt mondja, hogy... Ja, hogy ezt megvettem, és akkor ez már fölösleges. Aha, értem, jó. Azt a rohadt élet. Fú, gyerekek, hát ezzel most itt megszivattam magam rendesen, viszont... Most tényleg egy nagyon jó pálya jön. Legalábbis, ahogy emlékszem, az nem volt nehéz. Mert ott igazán egy helyről jöttek, de onnan irgalmatlanul sokan.
Hát nem is tudom, szerintem még belefér abba a videóba. Úgyhogy itt főturbozzuk a puskánkat. Dwarven Hammer. Igen, itt az a jó, hogyha itt a kettes cuccost megvesszük, itt ezt a Unique Two-t, akkor onnantól, hogyha pufán verünk valakit, ugyanúgy, mint az Ogre, mi is lesztánoljuk az ellenfeleinket. Úgyhogy, de nem is húzzam az időt, continue. Hú, azt a rohadt élet, fi, bakker, ez a pálya jön. Oha, hát annak nem örülök. Ez egy nagyon hosszú pálya. Hát készüljetek gyerekek, itt még itt fogtok lenni egy ideig. Az Isten áldjon meg. De nem, hát nincs jászabb. Hát nem ennek kéne jönnie. You didn't even check to see if I... Há, igen, megint kapok egy hülye sztorit. Igen, ez az a pálya. Jó, ezt szeretem. Igen, ez az, amiről beszéltem. Akkor nem volt tévedés. Igen, innen fognak indulni, és igazándiból innen, meg onnan szemből, ott a térképen lehet látni, onnan szemből onnan fognak jönni, és oda fognak majd bemenni. Úgyhogy itt elkezdünk csapdát építeni, úgy, mint az idióták. De már az a jó, hogy lehet látni itt. Na, nagyon jönnének, viszont még hogy élik egy picit az ajtó, még nem látni őket. Úgyhogy csak próbálkoznak. Még az a jó, hogy itt először nem túl agresszív a támadási próbálkozások. Úgyhogy itt igazándiból ez kell nekem, meg a 8-as kell nekem. Oda, oda, meg oda. És itt elengedjük őket. Vannak ilyen kis szép pontok. Úgyhogy azok már ott jönnek is lesz, szétterálják. Ez is jön. Hát igen. Új, itt vannak már ilyen erősebb ellenfelek, ezeket nem csípem, mert... Viszont nagyon jó, mert hosszú a pálya rohadtul. És van bőven időm védekezni. Ez viszont azért nem jó, mert ez... Ez a rohadt hunti, ez meg itt stunnol jobbra-balra, meg mit tudom én, tehát hogyha igazándiból szájba ver, akkor nagyon nagy szarba vagyok. Mert akkor nagyon sokáig lesz stunnol. Itt úgyis erre fognak följönni. Úgyhogy itt neki állom pörögni, itt nincs mese, itt mindenki erre akar bejönni. Több választási lehetősége nincs. Mi tudunk annyit csinálni igazániból, hogy itt próbálunk védekezni. Aztán, hogyha összejön, akkor jól járunk. De hát így is, úgyis mindenki ránk figyel automatikusan. Úgyhogy itt nekiállunk pörögni, és itt a kis puzeránsokat itt próbáljuk ledarálni. Az a jó, hogy itt két helyről jönnek, de egy pontot kell védenünk, tehát ez azért lényegesen egyszerűbb. És akkor jönnek ilyen nagy bengalögök. Ez annyira ostoba, hogy ez minden egyes csapdába belelép, amiben csak tud. Úgyhogy ez minden csapdába belelép, amiben csak tud. Igazándiból ennyi a dolgunk, hogy itt ezt a részt itt irgalmatlanul meg kell csinálni. És hogyha az megvan, akkor hátulról nagy szarba nem tudunk kerülni. Itt ezt az egy pontot megvédjük, és igazándiból kész. Látjátok, 9 kör van. Ez már messziről nem tetszett ez a hang. Úgyhogy, hát igen, itt jönnek ezek a kis... Gyökerek, ott azokat hátra dobáltatom. És... Jéha! Az a baj, hogy ezek a rohadt nagy dögök, ezeknek nagyon védelmük. És... Nem mész sehova. Jól láttam? Azt hittem már.
Látjátok, és igazándiból ennyi az egész, hogy valahol itt van egy még egy. Hát igen. Mamma mia! Ez már itt a Heavy Orc. Igazándiból szerintem ez a legostobább mindközül. Ja nézd meg, ez úgy szalad bele az összes csapdába, amit talál, hogy ez valami brutális. Úgyhogy itt most még ajánlókat tudunk csinálni, hogy itt hívjuk a kis dwarveneket. Ezeket sokat segítenek, ezeket kirakjuk ide lépcső szélére. Így, és akkor nekünk ezzel most azért igencsak sokat fognak segíteni. 569. Ez kicsit kevés. Jó, ezt itt elnyomom, mert elnézést, közben telefoni hívásom akadt. Úgyhogy azt oda berakjuk középre, és gyertek, kis kacsagak! És az a jó, hogy innen így elkezdenek ömleni, viszont be lehet állni a kapuba. Már ötös ki a streak, hát az nem rossz. For the Horde! Hogy ordítja, igazi vovos. Jóhúú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 
kicseszel valakivel, vagy pedig néha megvan rá az esély, hogy veled csesznek ki, de még akkor se lehet haragudni rá. Visszaváltunk. Jó van. Igazándiból a Heavynek az az egyetlen negatívuma, hogy csak sok az élete. Vagy a védelme nagy, én nem tudom pontosan. Viszont tényleg, tehát látjátok, megállt előttem és kretén kapitányot szépen állt a csapdán, megvárta a bazd meg. Jó, mert le van stunnalva ez a rohadt ogra. Essé már szét! Te itt, mit csinálsz, öcsém csávó? Meséljél nekem, mi? Mesélj az életedről. 3. A little present for you, one for you, and one for you. És igazándiból erről az oldalról be vagyok védve. Igen, itt vannak most megint ilyen kis futók, köcsögök. Úgyhogy... Hova dobod? Nézd meg a büdös gyökeret, mit csinálsz? Öcsi gyerek, hát itt nézd meg, a hülyéje megdobál engem bombával. Az nem jó, annak nem örülök. Nem szabad bejutniuk, mert különben... Mami... Ezt a rohadt Huntert, ezt pedig... ...nagyon bugyálni, nagyon gyorsan. Meg ezt a kis barasztot. A rohadt kis patkány. Mennyit ad az a kis pénz? Vagy egész százast. Szevasz! Tak. Jó van. Opa! Wow. Next wave, ide is. Jó, oda is egy. Igazániból ez az oldal sincs rosszul bevédve. Hát igazából szerintem itt nem nagyon kell félnem. Mert van védelmem, csak életem nincs. Kéne élet, poti. Meg innen is fognak el majd jönni. Mert lesz olyan az rész, amikor nem lesz elég ennyi csapda se. Mi kell? Ez kell. Itt egy véletlenül se tudjanak fájdalom nélkül elszaladni. Ó, életpoti! Jó, szevasz! Fő ide jót repülhetett. Tiszta buli lehet. Juhu! Így eldobja. Kicsit geci vagyok, úgy érzem. Jó, semmi baj. Ne engem dobáljál már, hülye gyereket, én veled vagyok, ott jönnek ezek a kis szaladgálós gyökerek, ott maradsz. Hát ezekre inkább jobban célzok, inkább egy kicsit messzebb állok, mint hogy hülyeséget csináljak. 5-ös. Jó van, gyertek csak, mocskos állatok, ugye, mint ami a Zombrendből hallottuk.
Gyere, Hessia, hogy hívja magához ott a csúnyákat. Ó, nagyon jó. Rendelünk ide még egy-két barátot. Tazsvit. Hoppá, és akkor utána elkezdünk ide pakolni, mert ezek a nyomoronc idióta vadbarmok. Just for you, csak neked. Ó, nagyon kis kedvesek vagyunk. Hát ez egy jó hosszú videó lett. Igazán, de szerintem már lassan megvan egy órás. De... hát tetszett annak, csak örülök. Úgyhogy... itt még ezt a pályát befejezem, látjátok, még kettő kör vissza van. De mi? Hogy élvezte, hallottátok? Juhuhuhu! Hogy élvezte? Hát ez kész. Nézd meg is. És tényleg ennyire ostobák, hogy ennyire próbálnak bejutni. Semmi taktika, csak jönnek. Mondjuk kifejezetten örülök neki, hogy nem taktikáznak, mert még az hiányozna innen. Úgyhogy nem ezt a játékot nem lehet megunni. Akinek kell, az szól, megpróbálok segítek neki beszerezni. Nem nagy a gépigénye, tehát azért nem kell hozzá egy turbina. De ti mit dobáltok, srácok? Tehát én nem vagyok benne biztos, de szerintem ti rossz dolgot dobáltok. Nézd meg! Jó? Nem baj, gyere. Jó, szerintem te vagy itt az utolsó. Akkor te. Nem, még itt vannak. Jó, de vak vagyok. Nem baj, azoknak a fele úgyis kipurcan. Juhú! De mi élvezi? Azó is állat, nézzük, és lehet hallani. Juhú! Tök kemény. Hülye idióták. A következő már repülni fog. Walker. Yes! Hogy mondja? Tényleg kéne ide is egy ilyet, hogy biztosra kell menni itt a dolgunkban. Úgyhogy ide is teszünk egy ilyet. Fáj a pofán, picsába. Na, és hát igazándiból innentől szerintem itt nem nagyon kell félni. Ajjadébb, te sokám. Hát ez hülye, hova dobod? Isten átka, várd már meg, hogy egy kicsit közelebb érjen. Hát ezek úgy érzem itt. Nagyon rossz helyen vannak. Ezek ilyen... vannak ezek a pörölyhajító versenyek, igazából engem arra emlékeztet. Mondom, ezek ilyen pulykával kevert orkok, tehát... még hurukolva ze. Ah, tudj, ez egy huruk. A dwarf has fallen, a dwarf has drowned, mit tudom én. Itt ordítja. Üdösek vagytok, kis pecsegök. Jahú! Ennyi. Igazándiból ez a másodlagos képesség ez rá nem nagyon hat. Ahogy nézem, a többit viszont egy pofonnal megöli. Úgyhogy most ilyen cuccokat fogok itt főtenni. Mert ebből az irányból még kevesebb jöjjön. Hát jó van, én nem nagyon keparáznom. Hogy szarnál össze magad? Már elnézést a kifejezésért. Nem baj, az ideig már nem fog eljutni. Jó. Tudtam, biztosultam benne, hogy nem fog eljutni ide. Ettől függetlenül azért a para bennem volt. Úgyhogy ezt a pályát, ezt kifejezetten imádom, mert ez nagyon egyszerű. Hosszú, de egyszerű, nagyon könnyű megvédeni, és igazániból látjátok, hogy mennyire ostobák, kretén kapitányot minden egyes csapdába belelép. Jahú! Itt pörgünk, mint a ringlis pilvaze. Nem megmondtam, hogy lenn maradt. Bakker! Jó van, az le lett gyengítve. Magunkra vonjuk itt a figyelmet, és mindenki szépen minket akar főpofozni, igazán jobb olyanak. Nagyon örülök. Életpoti. Mami! Úgyhogy itt ezek...
Itt meg kell csinálni, hogy... Gyertek csak, gyertek csak! Ha igazándiból szerintem jó megszívjátok. Hát jó van. Itt megdobálják. Bye-bye. És megkaptuk az Ice Amulettet, ez annyira jó, hogy meg egyszer nem használtam igazándiból. Tehát többször játszottam ezzel a játékkal, soha nem tudtam végigvinni, viszont most lehet, hogy megpróbálom, hát attól függ, hogy mit mondtok rá. Úgyhogy mai videómban ennyi volt, igazándiból szerintem még ez is elég hosszúra sikeredett. Tehát itt most, ahogy nézem, nincs már vissza sok pálya. Igen, passages. Azért elég sokat teljesítettem, még 1, 2, 3, 4, 5, 6 pálya van vissza Warmage módban. Úgyhogy mai videó ennyiről szólt, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Ha esetleg valaki végignézte és tetszett a videó, akkor lájkoljátok mindenképpen. Valamint ha eddig nem tetted, meg iratkozzál fel a csatornámra. Úgyhogy ez volt már az Ors Must Die 2. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!